Na, sziasztok! Ez a Cyberpunk 2077 Quantum Liberty kiegészítővel 2.0-ás verzió. Sikerült ebbe is berakni az FSR 3 képkocka generálás modot. Képfájt kell bemásolni. Próbálgattam, egész jól megy már a laptopon. Többnyire a laptopon játszom, az egy Roxy G733 Q-es, 16 GB-os RTX 3060-as grafikus chippel, van elvettem egy Ryzen 5880-as processzorban benne, 32 GB DDR4, 1 terabajtos SSD. Jól látható, hogy megjelent a képkocka generálás is menüpont. Jelenleg most úgy van beállítva, hogy Nvidia DLL-ra, ez a Deep Learning Anti-Aliasing, mély tanulásos és segítés. Egész fölmennyisége van. Aztán, ami számomra felesleges, azt gyakorlatilag kikapcsoltam. Képszem, csísi például az felesleges, szerintem. A kamerát lencsében tükröződő fény is. Mozgás elmosódás nem szeretem, ki szoktam kapcsolni. Ezen kívül gyakorlatilag minden maximumra van húzva. És jelenleg vagy a sugárkövetéshez ki van kapcsolva. Szóval így. Gyakorlatilag natív felbontásban képkocka generálással játszottam legutóbb. De futtathatok egy benzmászot. Így van. Nagyon jó képminőség. Teljesítmény is van. A laptopra azt kell tudni, hogy jelenleg nem egy maximum van a hűtés. Armor Upgrade szoftverben kettes profilom van a ventilátor gömbéje, a focinál, meg a videókártyánál is, grafikus csipon is. A processzoron van egy kis beállítás, egy kis tweak. Gyakorlatilag a hőmérsékletű érték van megadva a maximumra, hogy a fölé ne menjen. 78 fok fölé ne menjen. Ezért fluktuál az órajelen gyakorlatilag. Itt látható, hogy 90 képkocka lett a beletlag. Egyébként ami döbbenetes számunkra, hogy mennyire jó maga a játék. Hogyha a képkocka generált be van kapcsolva. Ezen kívül az RT Overdrive mód is. Na most. Kiegyensúlyozottra
szoktam rakni a DLSS-t. És ahhoz, hogy a DLSS sugár rekonstrukció, ami gyakorlatilag egy DLSS tükröződés sugár ray tracing tükröződést javítja valamelyest a X-felületeken, a pocsolyába. Szűrtem el RTO webdrive-on kell, úgyhogy bekapcsoljuk a sugárkövetést, bekapcsoljuk a ezeket is itt. És most bekapcsoljuk a nyomkövetést. Visszamegyünk, akkor már bekapcsolódott a DLSS sugárrekonstrukció, hangképhoz a generálásunk, és a DLSS szuperfelmentált kiegyensúlyozottan van. Így is mutatok egy bemlágot. Maga a játék most feltéren játszódik. Az erekét kell megszerezni. És én kültéren most nem tudok menni. De azért nem mutatom, hogy hogy megy. Ilyen beállításokkal. Hát ő képkoszta generálásnak ilyen 30 képkoszta körül volt. Vagy inkább alatta. Ezekkel a beállításokkal, úgyhogy teljesen jó. Megduplál a teljesítményt a laptopnak. Kinek kell lenni több? Ez a sugárkövetésnek az RTO Overdrive módja nem hibátlan, de sokat javítottak állítólag a 2.1-es patch-sel rajta. Azzal most nem rendelkezünk. 2.0-ra sértik meg ezt a menem old story. Ez sem sikerült még végig minden, de rajta vagyok. És az átlag FPS 74. Teljesen döbbenet. Minden útfomoló van. Teljesen jó. És nézzünk egy kis gameplayt a végére. Tovább. Itt vállalkoztunk a borákat, kellene menni. Jól van, hogy tetőnök osztályának. De csak itt körben jövünk. Kijövünk ide. Itt van teljesen küldető. Jobbátlanok volt. A
Micsoda pavisztán. Húszor úszett. Itt jönnek majd a bajok, amikor az ereké elemei. Brain dead, miatt már tudom, hol. Egyelőre ennyit akartam kapni. Jó, csak mondjuk voltam.